Kicsi cegély pofa. Bár október 4-e az Állatok Világnapja, nem csak ezen a napon kell szeretni házi kedvenceinket, hanem az év minden napján. Ehhez hozzátartozik az is, hogy megfelelően gondozzuk őket és odafigyelünk az egészségükre. Ezzel kapcsolatban még mindig az ivartalanítás jelenti a legnagyobb problémát, amivel az Állatbarát Alapítvány találkozik a leggyakrabban. Hatalmas problémát jelent Szabolcs megyében is, illetve az egész országban az ivartalanítás hiánya. Úgy veszük észre, hogy az emberek még mindig nincsenek tisztában azzal, hogy ez mennyire fontos, bár javuló tendenciát mutat ez a dolog. Tehát ezért egyre több gazdi tartja azt fontosnak, hogy a kedvence ivartalanítva legyen. Nem csak azért fontos ez, hogy a felesleges szaporulatot megelőzzük, hanem azért is, mert rengeteg betegség megelőzhető ezzel. Többek között a daganatos betegségek, gennyes méhgyulladástól kezdve is még sorolhatnánk, hogy miért is fontos ez. Reméljük, hogy egyre több ember lesz tisztában ezzel, és egyre több ember viszi el a kedvencét ivartalanítani. Az alapítvány munkatársai számos rendezvénnyel próbálják felhívni a gazdik figyelmét ezekre a problémákra. A legközelebbi programunk az Állatok Világnapja alkalmából lesz. Ugye az Állatok Világnapja október 4-én van, de mivel ez egy csütörtöki nap, és ugye hozzánk általában hétvégén látogatnak ki az emberek, ezért ezt a programot mi október 6-án szombaton szervezzük meg. Ennek az lesz a lényege, hogy jöjjenek rá az emberek egy kutyasétára, vigyék el a kedvenceinket egy minimum 30-40 perces sétára, hiszen ugye 10 perceknek nem sok értelme van. És ahogy visszaérkeznek a menhelyre, egy profi fotós fog készíteni róluk egy néhány képet, amit utána le is tölthet ugye az interneten. Az Állatok Világnapja 1931 óta október 4-e, vagyis Assisi Szent Ferenc az állatok védőszentjének halálának napja. Ilyenkor nem csak a házi kedvencekre hívják fel a figyelmet, hanem a vadon élő állatokra is. Az Európai Unió 28 országából 20-ban már betiltották a vadállatok cirkuszban való szerepeltetését, mert az állatokat veréssel, éheztetéssel és megfélemlítéssel törik meg és tanítják be a mutatványok elvégzésére. A magyarországi betiltásra is indult petíció, amit bárki aláírhat.